Hello, szevasztok, folytatjuk a Halo 4-et a Reclaimer fejezettel. Most milyen fegyvereket kaptam alapból? Á, ezt a kettőt, jó. Brauchen Sie was, Chief? Schießen Sie los. Ja, szükségem lenne még egy olyan Mantis lépegetőre, vagy a Scorpio tankra. Wow, da hat aber jemand Minderwertigkeitskomplexe. Papa Foxtrot 766 an Spartan Palmer sind endlich in der Luft. Oh, hogy ez a mamut. A név jogos, hát ez... Ez jó nagy. Ez nagyon nagy. Master Chief, Sir, der XO wartet oben auf dem Kommandodeck auf Sie. Sierra 117, sind es wirklich? Hogy dübörög a motorja alapjáraton. Jó nagy dög. Ah, igen. The Master Chief is up. Igen, így van. Halló. Oh! Sejtem, hogy mi lesz itt majd a következő küldetés. Az csak nem egy hatalmas nagy kanóne az ott. Hallo! Chief, leider müssen wir einige der Partikelkanonen von Hand ausschalten, bevor wir zum Gefechtsstand gelangen können. Chief, Palmer nochmal. Der Mammoth hat Jetpacks an Bord. Wenn ich da unten wäre, würde ich mir eins holen. Miért kell az nekem? Ójjaj, ójjaj! Jetpack. És akkor ez is úgy működik? Ez hogy csak légvédelmi rakéták, vagy... Vagy talajra is jók. Nem tudom, ezek miféle rakéták. Nem, azok a mieink. Azokat nem szabad bántani. Igen, azt kell kiiktassuk. Rossz oldalon vagyok, jaj de jó! Gibt's Überlebende?
Wir leben noch. Wir haben den Ziel markiert. Geh da hin und hol mir den Markierer. Bam! Ano ya? Ay ay. Most ez megkóta miatt a izé mögé ment? El kell menjek itt valamiért. Persze, hogy nem halt meg. Miért is halt volna meg? Aha. Nyilván, egy kicsit sem csalás. Die Phantoms, dann schießt die De más miért nem tud kimenni érte? Hát az akkora hülyeség.
Sie hier raus. Danke, Master Chief. Wir schulden Ihnen was. Zielen Sie auf die Phantoms, dann schießt die Railgun Sie ab. Ziel erfasst. Railgun lädt nach. Das ist dann unfair. Waffen sind bemannt. Los jetzt. Mein Kontakt! Again? Punkt. Schalten Sie sie ab, damit der Mammoth durch kann. Hey! Lassen Sie mich fahren! Ja, man mag ihn lecker, man nicht, aha. Most ez a G betűs, ez végtelen? Nem tudom rányomni, ezt nem engedi. Hiába piros. Nem engedi. De miért? Nem engedi. Nincs valamilyen túrát, amit elvihetnék? Aminek van tűzereje is? Jetpack. Én nem így csináltam volna meg ezt a missziót. Én teljesen másra számítottam. Én úgy csináltam volna meg, hogy ne kelljen leszállni erről az izéről, nagy mamutról.
Végig arról kell ilyen lövöldözni. Sok fényévekkel jobb lett volna. Ez ilyen szállamos és mesterséges időhúzásnak tűnik. Nem engedi. Nem értem, hogy miért. Itt sem engedi, ott sem engedi. Egyszerűen nem értem. Aha, persze, igen. Nem engedi. Egyszerűen ezt nem értem. Te totál logikátlan ez a misszió, totál logikátlan. Ezt miért nem használhatom? Tehát, hogy... Na, Istenem... Az ellen én nem tudom, hogy mi van a játékkal, de... Ez a misszió is eléggé el van cseszve így. Totál értelmetlen és logikátlan. Rossz gombot nyomtam. És én itt mit csináljak? Ez hogy? Ez hogy gondolták? Ezt hogy csináljam meg? Ez kurvára túlerő, már elnézést a kifejezés, de ez kurva nagy túlerő. Hát én rohadtul semmi esélyem ezek ellen. Ezt hogy gondolták? Onnan miért nem lőnek? Miért nem segítenek nekem? Nem hiszem el, komolyan mondom. Van még egy ötletem, csak nem tudom, hogy a játék meg fogja-e engedni az egyetlen logikus lépést. Talán megengedi. Menj innen, de sürgősen, mert te balfasz vagy ehhez. Ennyit kellett volna csinálniuk, az NPC-k erre sem képesek. Aj, mindent a játékosnak kell, mindent. Na, így azért már más a helyzet.
Kurva plazmagránátos anyádat. Mármint, hogy... Há, kuc-kuc. Kraftfeld deaktiviert. Mammoth, der Weg ist frei. Mammoth hält Position. Wann auch immer Sie bereit sind, Chief. Van valakinél gránát esetleg, lőszer, ilyesmi. Ilyen jó lesz az is. Teljesen, de teljesen másra számítottam ennél a küldetésnél. Ez így nem tetszik. Azt, hogy le kell szállni arra nagy izére, és gyalog kell bemenni ebbe a nagy hadseregbe, ez egy akkora fasság. Amikor ott sokkal erősebb fegyverek vannak. Egyszerűen úgy kellett volna csinálni, ugye alapból ez körbe ment, akkor miért kellett nekem ide lejönnöm? Azt kellett volna csinálni, úgy kellett volna szkriptelni, hogy az a nagy gép ez lassan menjen így körbe, és addig a játékos arról, azzal a nagy izével, azzal le tud szedni mindenkit. De nem, a játékosnak le kell szállni, a gyalog be kell menni, ahol sokkal kevesebb esélye van. Totál nonsense bullshit. Tehát, hogy miért? Ez megint csak egy totál fölösleges, logikátlan, értelmetlen szopatás a játékosnak. Ez hülyeség. Tehát egy... Ez sokkal értelmesebben meg lehetett volna csinálni. Sokkal értelmesebben. Istenem. Miért nem tudom? Nem lehet lelőni.
menjek, jaj, azért nem lehet azt szétlőni, mert oda föl kell menni. Hát de mi a búbánatnak? Várjál! Aj. Plazmagránátok. Hogy megyek föl? Oda hogy megyek föl? Ó! Oh. Ez nem tudom mi volt. Verstehen Sie überhaupt, was der Wahnsinn wirklich bedeutet? Wir schalten uns nicht einfach ab. Unsere kognitiven Matrizen beginnen sich exponentiell zu unserem gesamten Wissensstand zu teilen. Wir denken uns buchstäblich zu Tode. Du weißt, dass ich das nicht zulasse. Und falls es trotzdem passiert? Partikelkanone ist am Ende des Grabens. So, allein bin ich schneller. Wir sehen uns dann auf der Infinity, Commander.
Lasky, Ende. Hát, ennyi volt a mamut túra. Igen, ugye ez teljesen blokkolva van az út. Munición. Sávsütszengevélye. Na várjál csak. Itt még fel tudok ebből tankolni többet? Hogyha azon az oldalon volt, akkor talán... Aha. Ennyi a max? 16? A korábbi részekben többet tudtam magammal vinni. Minden fegyvernél butitást csináltak? Vagy... Én nem értem. Ez is... Aha, ez ugyanez a fegyó. Elméletben akkor ide vissza tudnék jönni lőszerér. Akkor érdemes mégiscsak a... Akkor jó döntés volt ezt a mesterlövészt választani. Nyilván... Aha. Nézzek, fél másodperc alatt leszedik a teljes shieldemet. Láttam valakit. Ez az. Igen, itt ezt a fegyvert érdemes használni. Egyértelműen ez itt a nyerő fegyver. Az igen. Megvan. Megvan. Ezekre a kisebb ellenfelekre nem akartam mesterlövészt pazarolni, inkább akkor ezzel, mert ezzel is van itt killezni lehet őket. Így van. Így van. Aha. Tökéletes. Én is bekaptam egyet. Rossz az, aki rosszra gondol. Azt most miért nem találtam el? Azt ott mi?
Várj egy percet! Na, bocsi, itt vagyok, csak mikor máskor? Mindig felvétel közben van fontos hívásom, úgyhogy most volt egy jó hosszú telefonhívásom, úgyhogy kicsit kizökkentem a témából. Hol is tartottunk? Ja, igen. Na, kicsit kizökkentem, mert hosszú hívás volt, de nagyon fontos, úgyhogy föl kellett vegyem. Hát nálam mindig így van. Mindig a videókészítés közben van fontos telefon. Aha, mi is volt itt? Igen, itt mesterlövésszel leszettem, ja igen. Mesterlövészet téma van itt. Az is. Át tudok lőni a lyukon. Jó, ebben van még lőszer. Ja igen, ott kellett hagyni a mamutot, tényleg. Jó, megpróbálok visszarázódni. Az miért nem akar meghalni? Ez az. Van még egy. Ezekre felesleges rendes. Igen, felesleges. Ebből töltény pazarolni. Ez is teljesen jó. Távolra is. Hogy mondtad? Azt nagyon sajnálom, az is nagyon-nagyon kár, ez is egyfajta, az én szememben visszafejlődés, hogy ezek a, ezek a kisebb ellenfelek, ezek a kis totyogó ellenfelek már nem érthetően beszélnek. Ugye korábbi részekben, második, harmadik részben ugye lehetett érteni, mit mondanak, rendesen németül beszéltek, az nagyon-nagyon tetszett, baromi jó volt. De itt már semmit nem lehet érteni, mit mondanak. Kár. Örülnék neki, hogyha ezt is meghagyták volna, és ezt sem dobták volna ki a kukába, ahogy más gameplay feature-t is kidobtak a kukába. Érthetetlen. Ezek a butitások számomra, nem csak ezek, általánosságban én soha nem értem meg, hogyha valamit le kell butítani, vagy visszafejlesztenek, az soha nincs értelme. Ha már valamit elkészítettek, benne van a játékban, akkor a következőben miért kell kidobni? Tehát, he? Először a kicsiket próbálom. Igen, azokat. Ugye ennek a nagynak lehet, hogy ez az, ugorjál csak. Az segíteni fog neked. Vagy nem. Liggevér, mondjuk az is jó. Az is jó fegyver, viszont mesterlövésze szempontjából ez sokkal jobb. Ez erősebb. Lényegesen. Úgyhogy amíg van még ebben lőszer, még 8 darab, megtartom. Egyelőre. Amíg még van hozzá. Oh, hello.
Úgy próbáljuk a... Ne! Nem tudtam, hogy lent van! Azt hittem, lent nincs senki! Ó, Istenem! Azt hittem, hogy nincs lent senki! Ajne már! Megint kezdi a szopatást a játék. Mondom, ezek az ellenfelek, ezek az ugrálós ellenfelek, ezek olyan mértékben csalás. Ez nagyon-nagyon unfair. Ugye általánosságban én mindig csalásnak tekintem a teleportálásra. Az ellenfél tud teleportálni, az csalás. Túlzás nélkül az egyértelmű csalás. Az a legundorítóbb, legszánalmasabb design egy ellenfélnél, ha tud teleportálni. Azt mindig utálom, játéktól függetlenül. Az a legundorítóbb, leggyomorforgatóbb ellenfél design, a teleportálás. Na akkor ezeket még egyszer. Ugye checkpoint sem volt oda lerakva, ugye, mert miért is lett volna? Checkpointekkel sem vagyok elégedett ebben a játékban. Nagyon-nagyon sok dolog félrement ebben a negyedik részben. Sok dolog félrement. Először a kicsiket. Jól láttam, hogy itt? Jól láttam. Ez egy erősebb fegyó, nem? Strahlengewehr. Ez melyik is? Megvan. Ki is fogyott. Tehát vissza kéne menjek a fegyverért. Karabina. Sturmkarabiner. Inkább ez. És akkor még van ebből is. 9. Aha. Előbb-utóbb elfogynak. Gondolom. Reméljük. Előbb-utóbb el kell fogyjanak. Várj, ott is van. Ó, nem is kellett volna ennyire visszamenjek. Plazma pisztóla... Aha, ez is ugyanez a fegyver. Jó, akkor itt lent van ebből. Muníció, úgyhogy akkor ezt most ebből lehet lövöldözni bőségesen. Mi ez? Ki ez? Hol? Micsoda? Merre? Honnan lőtt? Fogalmam sincs, hogy honnan lőtt. Ja, már látom. Hopp!
So. Van még egy! Egy kettő. Az a gépfegyver változat. Léggevér, az mondjuk nem olyan rossz. Ez az. Fel akartam tölteni a készletet, mielőtt tovább megyünk. Elméletileg ezt a területet kipucoltam akkor. Ezzel még mindig nem tudok megbarátkozni, hogy csak kettő gránátom lehet ez. Cortana und Infinity betreten das Blutsväterbauwerk. Kommunikation schwierig, Koordinaten erhalten. Hallo. Én nem mehetek be oda. Jó. Oda be mehetek én is? Sollte uns direkt zu den von der Infinity übermittelten Koordinaten bringen. Fast so, als wenn die Wächter wollten, dass wir die Partikelkanone ausschalten. Könnte eine Falle sein. Sie sagen das so, als gäbe es eine andere Möglichkeit. Hui. Jó nagy ajtók vannak itt. Akkor arra, ugye? És ez itt, ez becsukta. Ja. Milyen nagy tégla van ennek a fegyvernek a tetején. Szkópjai, jó nagy tégla. Arra, ugye? Igen. Wir haben die Koordinaten erreicht. Hier müsste es sein. Also ihr Level Design az úgy nem rossz. Azért csináltak néhány helyen azért látványos részeket, szerintem ez is az. Közéjük tartozik. Hát igen. Die Partikelkanonen scheinen diese Schaltmatrix für ihr Zielleitsystem zu nutzen. Das ganze System ist automatisiert und sollte es mir eigentlich nicht gestatten, die Kanonen auf sich selbst feuern zu lassen. Eigentlich. Cortana und Infinity, die Geschütze sollten offline sein. Wie sieht's von oben aus? Infinity! Cortana? Hier drin ist was. Chief! Cortana! Cortana! Találd meg Cortanát! Jó! Mi sem egyszerű, persze! Találjam ki, hogy hova tűnt! Hú, ezek tényleg megálltak!
Oh. Azt a micsoda effekt. Biztos, hogy... Nem erre? Nem erre, azt hittem, mert nagyon ki van világítva, azt hittem, hogy erre kell menni, mert eddig mindig oda kell menni, ami így ennyire ki volt világítva, de akkor most megyek a... Ja, most itt a drónok jelzik az irányt. Aha, 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 jó, jó, jó. Wer sind Sie? Ich bin das, was von dem Blutsvater namens Bibliothekarin übrig ist. Meine Erinnerungen wurden erhalten, um die Menschheit auf ihrem Weg zur Aufgabe zu unterstützen. Dieser Plan ist nun leider in Gefahr. Der Didaktiker verlässt Requiem. Bald. Du musst das verhindern. Verlässt? Er sucht das hier. Den Erzeuger. Eine Vorrichtung, mit der er den größten Feind eindämmen kann, den die Blutsväter je hatten. Euch. Die Menschheit breitete sich in der Galaxie aus, schnell und schonungslos. Ganze Systeme fielen, bevor die Krieger des Didaktikers euren Feldzug aufhalten konnten. Als der Didaktiker die Menschheit nach 1000 Jahren endlich bezwang, war seine Strafe hart. Wir konnten nicht ahnen, dass die Blutsväter nicht eure einzigen Feinde waren. Die Menschheit breitete sich nicht aus. Sie war auf der Flucht. Vom Krieg geschwächt, konnten wir die Parasiten, die euch verfolgten, nicht besiegen. Die Blutsväter planten eine letzte große Reise. Aber der Didaktiker weigerte sich, unsere verantwortungsvolle Aufgabe abzugeben. Er würde die Galaxie beschützen. Zu einem Preis. Bei unserem Streben nach Transzendenz sollte der Erzeuger die organische und digitale Welt verbinden. Er hätte uns unsterblich machen können. Aber die Ergebnisse verschlechterten sich. Und die gespeicherten Persönlichkeiten zerfielen. Und unsere Versuche, ihnen ihre biologische Form zurückzugeben, erzeugten Monster. Solche moralischen Bedenken kannte der Didaktiker nicht. Die Flat infizierte nur lebendes Gewebe. Der Erzeuger bot dem Didaktiker eine Lösung und seine Rache. Die Prometheaner, sie sind Menschen. Sie waren nur der Anfang. Er hätte die gesamte Menschheit digitalisiert, wenn wir den Erzeuger nicht an uns genommen und ihn selbst hier eingesperrt hätten. Reclaimer. Als ich die Menschheit katalogisierte, versteckte ich Samen vor dem Didaktiker. Samen, die alle zu einem Ziel führen würden. Deiner Entwicklung? Deiner Kampfausrüstung? Selbst deiner Gehilfin Cortana?
Du bist das Ergebnis vieler tausender Lebenszeiten der Planung. Planung wofür? Er hat uns gefunden. Selbst im Tod mischt sie sich weiter ein. Reclaimer, das Genlied, das ich in dir angelegt habe, beinhaltet viele Fähigkeiten, darunter Immunität gegen den Erzeuger. Aber du musst sie freischalten. Weh. Gib deine Verbindung mit dieser Welt auf. Deine evolutionäre Reise muss beschleunigt werden. Kann ich den Didaktiker sonst besiegen? Nein. Dann tun sie es. Mach dich bereit. Rückseite der Kammer. Megint elfelejtettem visszakapcsolni a mikrofon, bocs. Jó, nem hallottátok eddig, amit mondtam, remek. Hát ilyen egy profi videósna. Igen, szóval azt mondtam eddig, hogy szerintem ahelyett, hogy a sztori eddigi részét megmagyarázták volna, most tovább bonyolították az egészet, egyre kaotikusabb, egyre több csavart hoznak a sztoriba, egyre átláthatatlanabb az egész, és nekem már kezd egyre jobban ellentmondásossá válni az egész. Szóval ez az átvezető, ez megint olyan, hogy most még kaotikusabbá vált az egész, még több kérdés felvett, mint amennyit megválaszolt volna. Én ezt nem értem, hogy miért nem lehetett inkább, nem lett volna egyszerűbb egyszerűsíteni a sztorin, vagy az összes addigi dolgot megválaszolni, nem, ehelyett tovább kell bonyolítani, tovább csűrni, csavarni az amúgy is kaotikus valamit. Nekem egyre inkább ilyen katyfasszá válik az egész. Hát én nem tudom. Lehet, hogy velem van a baj, de...
Ihre Biowerte sind total durcheinander. Ist eine lange Geschichte. Aber ich weiß jetzt, was die Didaktiker auch. Die Bibliothekarin hat mich eingeweiht, als sie mich aus dem System gefischt hat. Ich weiß aber nicht, was sie mit ihnen angestellt hat. Ah, ich denke. Nem szabad lenémítsam a mikrofon, mert mindig elfelejtem visszakapcsolni. Egyszerűen mindig elfelejtem. Mindegy, ha beledöglök is, végigviszem a játékot, mert érdekel, hogy hogy lesz vége, de... Egyszerűen... Tudod még mi a furcsa ebben a tankban? Eszembe jutott. A korábbi részekben a Scorpio tankkal a jobb egérrel lehetett gépfegyvert használni. Ez megszűnt, nincs már többé gépfegyver a tankon, csak ágyú van, kész vége. Újabb utitás. Köszönjük 343, köszönjük. Á, Istenem! Szép! Na, még egy! Megvan! Mellé! Unser Weg ist blockiert. Chief, finden Sie einen Weg, das Kraftfeld abzuschalten. Megvan! Megvan! És ha bemegyek ide, be tudok menni tankkal vajon? Beenged a játék? No problemo. Nem tudom, miért lövi a hullát, de biztos megvan rá az oka. Ne már! És nem mehetek tovább tankkal. Hát, jó volt, amíg tartott.
Az 9. Aha. Hát. Infinity, wir sind am Trichter. Dann markieren Sie das verdammte Ding, damit wir hier rauskommen. Sie haben ihn gehört, Chief. Schuss ein Leid. Ah. Die Infinity kann nicht so viel Schaden einstecken. Nicht noch einmal. Hier geht es nicht mehr um uns oder das Schiff. Sir, wir haben gesehen, wozu der Didaktiker in der Lage ist. Wenn er diese Welt verlässt, ist die ganze Menschheit in Gefahr. Hören Sie, ich verstehe ja, was Sie zu sehen geglaubt haben. Geglaubt? Bei allem Respekt, Sir. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und bei allem Respekt für Sie, Soldat. Ich werde mein Schiff nicht wegen der Wahnvorstellungen eines alternden Spartans und seiner defekten KI aufs Spiel setzen. Sir, und wenn er recht hat? Navigation, setzen Sie Kurs auf die Carinae Station, sobald wir abflugbereit sind. Kommunikation, machen Sie eine Warnboje bereit. Sie werden diesen Planeten... nicht verlassen! Cortana. Das wollte ich nicht. Das wollte ich gar nicht tun. Commander Lasky, entsprechend Artikel 55 der UNSC-Verordnung 1241572 befehle ich Ihnen, den Datenchip der KI zu entfernen und bis zur endgültigen Bitte. Zuweisung ich einzulagern. Will nicht. Sie wollen nicht. Entfernen Sie sofort Bitte. Den Chip, Commander. Bitte, ich will nicht. Her mit dem Chip. Der Didaktiker muss aufgehalten werden. Wenn Sie es nicht tun, dann tue ich's. Ich befehle Ihnen, die KI abzutreten! Nein, Sir. Commander! Verhaften Sie ihn! Captain! Verhaften! Captain! Warnen Sie die Erde, dass Ärger ansteht. Cortana und ich tun hier, was wir können. Ich kann Ihnen mehr als 40.000 Gründe nennen, die mir sagen, dass diese Sonne nicht echt ist. Der Rayleigh-Effekt des Senders passt nicht zur suggerierten Größe. Ihr Zyklus ist symmetrischer als der eines richtigen Sterns. Aber trotz allem werde ich nie wissen, ob sie echt aussieht. Sich echt anfühlt. Bevor all das hier vorbei ist, versprechen Sie mir herauszufinden, wer von uns beiden die Maschine ist. Also, wie sieht Ihr Plan aus? Die Infinity hat das Schiff des Didaktikers zu einem Dock südöstlich von hier verfolgt. Wir springen ab, wenn die Infinity das Dach verlässt. Ich wurde mit dem Befehl hergeschickt, sie aufzuhalten. Für den Fall, dass sie bereits weg sind, habe ich einen Pelican geordert. Ausgerüstet zur Gefechtsverfolgung. Ich bete, dass Sie bei diesem Blutsvater oder was immer er ist, falsch liegen, Chief. Aber für alle Fälle... Und Chief, viel Glück. Ihnen beiden. Kommen Sie, Chief. Fahren Sie eine Lady spazieren.
Der Didaktiker hat mit dem Erzeuger die Prometheaner aus Menschen erstellt. Wenn er die Sache zu Ende bringen will, muss er ihn erst finden. Wir haben bessere Chancen, wenn wir ihn auf Requiem festhalten. Ich hoffe, Lasky hat den Pelican gut gepflegt. Na, igen. Tehát a Didaktiker, ő a játékban a főköcsög, és nagyon-nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt ezeket a Prometheaner izéket, ezeket az új frakciót, ezt az újfajta ellenfél típust emberekből hozták létre valamikor nagyon-nagyon régen, és hogy ennek a főköcsögnek nem szabad elhagyni a Requiem bolygót, mert hogy akkor mindenki, az egész emberiség veszélyben lesz. Jó, oké. De én még mindig azt mondom, hogy ez egy... Én ezt annyira feleslegesnek érzem, hogy behoztak egy ilyet a történetbe. Ha rajtam múlt volna, én a főszereplőben kizárólag csak arra gyúrtam volna rá, hogy Cortanát vissza kell vinni a Haley-nek, hívják azt a... az idősebb hölgyet, aki létrehozta, ugye, meg a Spartanszokat létrehozta. Én csak arra fókuszáltam volna a sztoriban, és nem csináltam volna, nem hoztam volna be a képbe egy új főköcsögöt, meg nem csavartam volna még egyet az amúgy is kaotikus sztorin. Na jó, mindegy, ez van. Kíváncsi vagyok ettől függetlenül, hogy hogyan megy tovább. De ezt a Didaktert, meg ezt a Prometheaner új frakciót én nagyon-nagyon-nagyon fölöslegesnek és erőltetetnek érzem egyelőre. De meglátjuk. A minden esetre köszi a figyelmet, innen fogjuk folytatni. Szavaztok!